Közel 40 ezer informatikus hiányzik a munkaerőpiacról, de a cégeknek nem csak a toborzással, hanem a munkaerő megtartásával is meg kell küzdeniük. A munkaerőhiány leginkább a mikrovállalkozásokat veszélyezteti, az egyre növekvő béreket csak a multinacionális cégek képesek kigazdálkodni. Emellett jelentős problémát okoz még a digitális munkaerőpiacon a megfelelő minőségű oktatás hiánya is, amit a vállalatoknak kell utólag pótolniuk. Zajlik a napi munkánél a nyíregyházi webfejlesztő cégnél. Itt jelenleg van elég munkatárs. Azonban nincs mindenhol így. Egy friss felmérés szerint közel 40 ezer informatikus hiányzik a digitális munkaerőpiacról. A munkaerőhiány leginkább a mikrovállalkozásokat veszélyezteti. A fizetések ugyanis rohamléptekben emelkednek, a juniorok bruttó bére 400 és 600 ezer forint között mozog, a szenioroké a 1,5 millió forintot is elérheti. Ez a multiknak nem jelent kihívást, a mikrovállalkozásokat viszont ellehetetleníti. A probléma a megyében is jelentősen érezhető. Sajnos nagyon nehéz új munkaerőt találni ebben a régióban. Nagyon nagy problémát jelent számunkra az, hogy multik irányába mennek inkább a dolgozók. Sajnos mi ezeket a béreket nem tudjuk kitermelni, amit egy multi már egy kezdő fizetést is meg tud adni a programozóknak, valamint nagyon sokan külföldre vándorolnak. Amellett, hogy nagyon kis létszámmal tudunk számolni, alapból nagyon kevesen jönnek ki úgy az egyetemekről, hogy szakmailag már bele tudnak állni azonnal a munkába. Ez utóbbi pedig jelentős problémát jelent. A felsőfokú vagy OK és informatikai képzésből kikerült programozók gyakran alapvető fogalmakkal nincsenek tisztában. Azt gondolom, hogy az egyetemi oktatás önmagában kevés ahhoz, hogy valaki ebben a szakmában el tudjon helyezkedni. Itt szükség van arra, hogy autodidakta módon otthon is készüljenek. Én azt látom most jelenleg az egyetemi oktatásokban, hogy nagy részt inkább egy irányt adnak, és megadják az embereknek, hogy mik léteznek, miket lehet tanulni, de mindenkinek magának kell ezt a programozást és a programozást elsajátítani. A tudáshiányt pedig a cégeknek sokszor akár több hónapos képzésekkel kell pótolniuk, ami nem csak időben jelent kiesést, hanem folyamatos költségvetési és szervezeti feszültségeket is okozhat. Ez derül ki abból a felmérésből, melyet közel 140 cég bevonásával végzett az Informatikai Vállalkozók Országos Szövetsége. A kutatás a digitális munkaerőhiány okait is felkívánta tárni. Ebben a felmérésben azt próbáltuk jobban megérteni, hogy a munkaerőhiány és a munkaerő minőség kapcsán a vállalatoknak mik azok a konkrét üzleti kihívásaik, amikkel az elmúlt két üzleti negyedévben is találkoztak. A felmérés, amiben 136 cég vett részt, azt mutatja, hogy a legnagyobb kihívás ott jelentkezik, hogy a vállalatok nem igazán értik és nem igazán találják a fogást a megváltozott munkaerőpiaci helyzetben, sem a toborzásban, sem pedig a megtartásban. Hogy ez alatt mit értek a gyakorlatban, hogy mondjak egy példát is. Nyilván az attól is szenvednek, hogy nincsen elég jelölt bizonyos pozíciókra, de még inkább kihívás az, hogy gyakran megtalálják a megfelelő jelöltet, de azokkal a csomagokkal, azokkal az ajánlatokkal, amikkel 5-10 éve egy munkavállalót fel tudtak venni, le tudtak szerződni egy munkavállalóval, azok ma már nem működnek, a munkavállalóknak új megváltozott igényeik vannak a foglalkoztatók felé. A munkaerőhiányt ezen kívül további, a megváltozott környezethez köthető problémák is fokozzák. Az utolsó nagyon precíz pontos mérés 3 éve történt, akkor 22 ezer hiányzó informatikust mértek a kutatók, de már akkor is exponenciális növekedést jósoltak, és a nemzetközi trendek abszolút visszaigazolják, tehát valószínűleg mára már bőven 40 ezer körül tartunk. Hogy mi okozza ezt? Nagyon komplex a háttere a problémának. Szerintem a legfontosabb az, hogy az ipari változásokat és ezáltal a munkaerő összetétellével kapcsolatos változásokat az oktatási rendszer, a pályaorientáció nem képezte le elég hatékonyan. Ezért ma, amikor már a technológia irányítja a gazdaságot és ezek a szakemberek a legfontosabb értékteremtők a gazdaságunkban, még mindig nincsen belőlük elegendő számú. A cégeknek nem csak a toborzással, hanem a munkaerő megtartásával is meg kell küzdeniük, a fluktuáció óriási. Még Amerikában a 25 és 40 éves generáció többsége 2,6 évet tölt munkahelyén, addig Magyarországon még a nagy nevű vállalatok is sikerként könyvelik el, ha 8 vagy 10 hónapig marad náluk egy programozó.
a jelentkezőknek már a jó fizetésen túl a munkakörnyezet, az otthoni vagy rugalmas munkavégzés lehetősége, az alkotói szabadság és a fejlődés lehetősége is kiemelten fontos.